Szép ágy. Szép ágy. Szép szoba. Okay. Tudod, mit szeretek itt? Hogy izé van. Szőnyeg. Nem kéne cipőbe. És tudod, mit szeretek még? Ha van üdvözlő bombon. Üdvözlő bombon. És ott a wellness kupolája, ott az étterem, és most nagyon gyorsan el kéne döntenünk, hogy mit akarunk megnézni a környéken, vagy mivel akarjuk tölteni ezt a délutánt. Feltérképezzük a wellness-t. Chilli-villi. Ó, több ilyen kis. Ó, hello. Nézd, a borok vannak végig. Meg azt tetszik, hogy több ilyen kis merülő fürdő akármi van, hogy nem kell feltétlenül beülnöd valaki mellé. És nézd, itt amúgy lenne kinek kis rézsás ügy is. Van ilyen kis pihegőkert, napozókert. Hát ez nagyon rendben van szerintem. Borozgatánk. Borozgatánk Petivel. Na figyelj, Petikém. Van kedved bebaszni egy kicsit? Szó-szó? El kéne vinni ezt a másnak. Most éppen nagy munkában vagyunk, mert kétfajta küvét kóstolunk. Az egyik az olcsó, a másik a drágább. Nem, az egyik az akciós, a másik az olcsó. Szóval ez olcsó, de ez még olcsóbb. Így ezt kell eldöntenünk, hogy melyiket válaszok, de mivel valószínűleg ezeket Peti fogja inni otthon este a szálláson, ezért mindegy. Egészségetekre. De most kacsintottam, csak elfelejtettem, hogy nem látszik. Ugye tudod, hogy a szádon látszik, hogy nem tudod a szöveget. Jobb, mint ha a szememben látszódna. Igen. Na, melyik a jobb? Már csak tudnék nektek illatokat küldeni. Hát ez az ill... Na jó. Hagyjuk. Most mesélj a sajtokról. Szereted a sajtokat? Nem. Melyik sajtokat szereted igazán? A lágyokat, amiből kevés van a tálon. És miért van kevés ezen a tálon a lágy sajtból? Mert azért az élvezet szereti. Bizony. Hát igen, ez klasszikus tojás, virsli. Nem láttam ilyet. Na. Összedengyelt kakaósban. Bundás kenyér. Na, az az enyém. Az a számomra izgalmas fogás. Szép ez a szalámistál is, nézd csak! Sajtocskák, zöldségek, ez a kencés rész és édességes, ez számomra sohasem annyira vonzó, mint kókuszgolyó. És akkor ott vannak még az üdítők, meg a kávé. Peti a klasszikus fogást választotta. Na jó, eszek én is. És ott van a kis asztalunk. Gyönyörű ez az étterem amúgy, és a legjobbkor jöttünk, amikor már szép zöld minden. Csinos. Verzsű. Verzsűvel és citrusokkal készül itt a limonádé. Nem raknak bele plusz cukrot se. Amikor olyan időszak van és van mondjuk must, akkor még azzal szokták egy kicsit ezt a dolgot megtoldani. Azt, hogy mennyire felhasználják mindenhez a szőlőt, ugye a szőlőmagot is, ez a kenyérben is például a szőlőmag ölemény bele van sütve. Igen, és akkor mint minden menci étteremben kis vajjal indul az étkezés, és ott egy kis fiolában, Peti legnagyobb bánatára nem tömény alkohol van, hanem szőlőmagolaj.
Oda nézzetek a Peti, mit fotózgat. Na mit? Na mit? Hát az előételt. Itt ez az első fogásunk. Nézzük meg közelebbről, ha megengedi az Oszmó. Mi ez, Peti? Wonton tészta. Wonton tészta, és mi a másik? Én is. Különlegesség, hogy természetesen ezekben az ételekben is megjelenik a szőlőmagolaj, és a szőlőmag örlemény is magába, ebbe a tésztába. Nézzétek, ilyen kiszerelésben lehet kapni az olajat, és gyakorlatilag tényleg mindenre használják. Nem úgy nézett ki, mint amilyen íze van, de nagyon finom. Na Péter, mit eszel? Sertés, meg lencsét. Sertéset, meg lencsét. És mit eszek én? Te meg kacsátod. Csicsóka, cékla és kacsa. Ez itt a pince, ahol már nagy takarítás, húrás, faragás folyik. És itt ez júniusban tele lesz sátrakkal, meg emberekkel. Meg az a kóstolóterem is. Nem sokára itt mindenhol sok-sok ember lesz boros pohárral a kézben, és jazzes fesztivál hangulat, ha minden igaz, júniusban van a fesztivál. Igen, június közepén szoktunk. Most már az érdemes gondolkodni benne, nem? Ha valaki ide akar jönni, mert megtelik a szálloda, és még sőt, a környező szállodák is. Sőt, ugye ez nem csak a szállodára vonatkozik, hanem ez egy regionális, két fölfogható fesztivál, majd több száz ember érkezik hozzánk ebben az időszakban. Most idén ugye a jazzről sok bőrt le lehet húzni, úgymond nyersen mondva, mert hogy a zenei stílus az nagyon szertágazott, hogy idén a gyökerekhez nyúlunk vissza, és a funky jazz jegyében fogunk egy kicsit lendületesebb, táncolhatóbb jazz stílust majd itt a vendégeknek prezentálni. És mellé nyilvánvalóan jár az az élmény, hogy így borozhat az ember, és boraitokat kóstolja, meg enni is lehet. Tehát gasztrós a fesztivál teljes mértékben. Aki táncol, az elfárad és megszomjazik. Tehát ezt a kettőt valahogy kompenzálni kell. A teljes gere portfólió kóstolható lesz. És hát minden egy szabadtéri, zöld, hát már burjázó szőlőkkel övezett környezetben. Több videónknál megjegyeztétek már, hogy mennyire borzalmas, hogy gusztustalan vagyok, ahogy Peti lenyalja mindig a kést. Igen, ez valóban előszokott fordulni vele, és én is egyetértek abban, hogy ez rettenetes. Egy normális ember nem nyalja le a kést, főleg nem egy ilyen menü étteremben, ahol most is vagyunk. És mit szólok? Biztos, hogy én szoktam nyalogatni a késeket? Viszont? Tejszája, nem beszélünk. Tényleg? Meg tudod, mit nem lehetni? Rá könnyökölni az asztalra. Teli szája, késnyalva. És várjál. Állítólag lúgatni sem szabad, hogy az idők az asztal mellett. Mondjuk elég hülyén néz ki mindegyik. Ez így tök jó. Vagy kell a kezedet a combodra kell tenni? Uh-huh. És kihúzni magad? Mhm. Uh-huh. Ez jól néz ki.